Az elmúlt időszakban olyan energiák munkálkodtak, amik fenekestől felforgattak mindent. Én és a környezetem is hasonló megéléseket tapasztaltunk. Van egy nagyon fontos lecke az életben, amit az univerzum most szeretne megtanítani. És ha valaki követi a hívását, az nem jár rosszul. De ez nem mindig olyan egyszerű. Ez a lecke nem más, mint saját magunkat helyezni az első helyre. Itt nem arra gondolok, hogy legyünk önzőek, és csak magunkkal törődjünk. De végre igenis törődjünk magunkkal, és a bennünk rejtőző érzésekkel, és szívből jövő vágyakkal. Fedezzük fel, mi rejtőzik legbelül, és mire vágyunk az életben, és kezdjünk ennek megfelelő döntéseket hozni, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy nem helyezhetjük továbbra is mindenki más akaratát és érzéseit saját magunk elé. Te is ugyanolyan fontos vagy, mint bárki más. Ráadásul csak is te felelsz a saját boldogságodért. Csak te teremtheted a saját valóságod. Lehet, hogy te is fontos döntések előtt találtad magad, és talán nehezebb is meghozni ezeket a döntéseket, mint korábban valaha. Mivel érzed, hogy most nincs jó és rossz döntés. Szimplán el kell döntened, hogy milyen életet szeretnél tapasztalni és teremteni magadnak. Ehhez viszont fontos magadat választani, hogy a saját filmedbe ne egy mellékszereplő legyél, aki valaki más akaratának kedvez, hanem végre merj te lenni a főszereplője a saját valóságodnak. Bármilyen tapasztalatot megteremthetsz magadnak, amit csak szeretnél. De ehhez tisztán kell látnod önmagad és az érzéseid, és így meghozni a döntéseid. Számomra ez egy igen nagy kihívásnak bizonyult, mivel tisztán tudom érezni, a másik mit érez, és mit szeretne tőlem. És nem könnyű ennek ellenkezőleg cselekedni, főleg, ha nem akarunk fájdalmat okozni valakinek, akit szeretünk. De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy magunknak se okozzunk fájdalmat azzal, hogy igent mondunk olyankor, amikor nemet szeretnénk. Hogy benne maradunk egy helyzetbe, egy szituációba, félelemből, sajnálatból, vagy csak más akarata miatt. Kezdj el végre magadért élni, és nem mások boldogságáért csupán. Ha teletöltöd a saját poharad, ha boldoggá teszed magad, akkor utána többet fogsz tudni adni másoknak is. Az életed alakulása a te kezedben van. Végre vállald érte a felelősséget, és alakíts ki azt a történetet, amit szerinted megéri tapasztalni. Végre vedd a kezedbe az irányítást, és helyezd saját magad az első helyre, hiszen megérdemled a boldogságot.